szülőföldemen a gabonát nevezték életnek elődeink, és így nevezik majd utódaink is. Egy világtalan bolgár látnak asszony, Vanga, Nostradamusszal ellentétben nem árnyalt, burkolt, közvetett, hanem nagyon is néven nevezett jóslatokkal ámította el az erre fogékony világot még a 20. században. Nostradamuszt lehet sokféleképpen magyarázni, ám Vanga ez az egyszerű balkáni asszony nagyon konkrét dolgokat, történéseket, időpontokat jövendőlt. Jóslatainak több mint 80 a megvalósult. Vagyis komolyan kell venni őt. A magyarsággal semmilyen kapcsolatban nem lévő, nemzetünk iránt nem elfogult bolgár látnokasszony egyik előrejelzése szerint 2115-ben a világűrből jövő lények velünk magyarokkal lépnek majd kapcsolatba. Általunk magyarok által kerül sor a földi és a bolygón kívüli társadalom találkozására. Mi magyarok fejtjük majd meg a rejtét. Hát igen, már Enrico Fermi, az atombombán dolgozó nemzetközi csapat vezetője is megjegyezte, amit ön a globális tudós csapat azon elmélkedett a kutatás szüneteiben, hogy őrlények férkőznek közénk. Nos, Fermi élszelődve, vagy nem, kijelentette mindenki meghökkenésére. Az őrlények már itt vannak közöttünk. Ők a magyarok. Mindenről Tellerede, ez a nagyszerű magyar számolt be, aki élete vége felé megjegyezte: Legújabb felfedezése a magyar nyelv, amely ősi európai alapnyelv, és amely nélkül ő, aki Budapesten, majd Németországban tanult, Amerikában csinált, világrengető karriert, szóval ő a magyar nyelv nélkül maradt volna középiskolai tanár. Annyira becsülte, Eredetileg zsidóként a magyar nyelv megoldása, serkentő és rávezető képességét, tudományos rugalmasságát. Nem véletlen, hogy annyi tudós a magyar nyelvvel érte el a Nobel-díjat. És annyi a felfedezünk, a felfedezésünk, a találmányunk. Na de hát ezt megszoktuk már olimpiai érmeinkkel is. Fanyalogva ugyan, de Isaac Esimov, nevezetes sci író is kénytelen volt megjegyezni. A világon ma kétféle értelmes lényről beszélnek, az emberekről és a magyarokról. Spielberg harmadik típusú találkozások című klasszikus filmjében a földiek kihangsúlyozottan a kodály módszer alapján fejtik meg az őrlények dallamos közeledési kapcsolatfelvételi kísérletét. Már az őrlények is ismerték a Kodály módszert, Spielberg híres filmje szerint.